Sziasztok! A Tesz vagyok. Elindítom idén a Traffic and Urban blogomat, amely városi legendákkal, közlekedéssel és egyéb dolgokkal fog foglalkozni. Le vagyok barnulva, nemrég tértem vissza nyári nyaralásomból, és végre egy olyan napot fogtam ki, amikor nincsen szeles, viharos idő, hanem füllett meleg van. Hunyorítok a szememmel. Na, nagyon érdekes videó fog következni. Ilyen vlogot én még nem csináltam életembe, de ez fog kötődni kicsit a közelmúltamhoz, meg úgy minden. Itt állok a semmi közepén. Egy elhagyatott hévállomásról van szó. Ez a Hungaroring hévmegálló. Itt már 2009 óta nem áll meg a hév. Gödöllői hévvonaláról van itt szó. Egy kies elhagyatott pusztaságon maximum már csak őzikék, vaddisznók, rókák mozognak az erdő sűrűjébe, de hát nagyon kísérteties elhagyott megállóhelyről van szó így. Ez például én nem tudom, hogy ez micsoda lehet. Ezt meg tudjátok nekem mondani, közlekedés szakértők? Ez szemafor állhatott, vagy mi? Ez nem tudom. Tehát a lényeg, hogy szorosan összefonódik a környékbeli Hungaroring pályával. 1985-ben, amikor megépült a pálya, közel volt a Gödöllői hévnek a vonala a pályához, ugye Szilasliget és Mogyoród megálló hely létezett akkor, és akkor úgy döntöttek, gondolom a BKV, vagy aki éppen üzemeltette akkor a hévet, hogy építünk ide a semmi közepére egy megállót. Gyors kijutásra volt lehetőség a hév sűrített járatain az Örsvezér térről a Gödöllői vonalon. Az utasok a Szilasliget és Mogyoród között létesített alkalmi megállóhelyen szállhattak le. Amikor még színpompás megállóhely volt, lámpákkal, megálló táblával minden együtt. És ugye tört volt 86-ban az első magyar nagydíj, és kellett megállóhelyet biztosítani a szurkolók számára. És úgy döntöttek, hogy kialakítanak egy ilyen hév megállót Szilasliget és Mogyoród között. Hát így esett meg a Hungaroring hév megálló. Mondjuk innen elnézek úgy, nem tudom, 1-2 kilométerre biztos van még innen a pálya, szóval képzeljétek el, hogy 86-ban leraktak egy csalomnyi külföldi szurkolót ide a semmi közepén, és még tovább kellett így menniük, taxizniuk a mogyoródi Hungaroring pálya felé. Látható volt, hogy volt akkor még megálló tábla, voltak itt még lámpák, gondolom azokat én ellopták. Ugye ez a beton rész így még megmaradt, de már látható, hogy itt növi be a fű mindent. Kiálló kis vasrész a földből, így érdekes. Na, nézzünk arra, még rozsdásodó oszlopokat is látunk, nem tudom mennyire látják így a nézők. Úgyhogy így megyünk tovább, egyre jobban
Látszik, hogy benőtt itt mindent a természet. És ugye erre mindenfelé erdőségek vannak. Azért is mondom nektek, hogy ez kötődik hozzám, mert közel lakom innen, és gyerekkoromban nagyon sok olyan sportnap, gyereknap volt, amikor ide a közeli tisztásba gyakorlatilag lejöttünk. Eléggé benőtte így a természet mászta megállót, közben hátam mögött a hévszerelmény fog mindjárt haladni. Érdekes hangja lesz. Hát ezzel járok minden nap dolgozni. Remélem mi is majd kapunk piros Siemens Desiro mozdonyovat vonatokat, és majd modernebb lesz a városba jutás. Erre van az a tisztás, ahol a gyerekkorunkban a gyereknapokat, sportnapokat tartottuk. Természetesen akkor még nem volt ennyire benőve itt minden. Itt sokkal nagyon megnőtt a fák, meg nem volt ennyire bokros. Nagyon állati. Első urbanista, grafikus blogom volt ez. Ha tudtok bármilyen ilyen helyszínről, vagy közreműködnétek egy ilyen fajta vlog elkészítésében, akkor mindenféleképpen írjatok. Következő helyszínű a Csömöri kavicsbányát választom. Az tényleg egy elhagyatott része a Csömöri H9-es hévnek. Na, addig is sziasztok, ez voltam.